szépen meg vagyok borotválkozva. Egyébként úgy néztem ki, mint egy bolti töpörtő. Állj, de szépen mondtam. Bolti töpörtő. Nem bóti töpörtő. Pedig úgy néztem ki, mint egy bóti töpörtő. Készen vagyok az indulásra. Te kisbaba, készen vagyok az indulásra? Mehetünk? Igen? Igen? Utasd így. Utasd így. Utasd így. Visszük a szegvét is. Hát, ha jó lesz valamire. Teleportáljunk egyet. És itt vagyunk Pécskán, megérkeztünk. Pár nappal ezelőtt anyukámat áthoztam a román váma, amikor át kellett, hogy gyalogoljanak, mivel nagy volt a sor. Ez volt pénteken, két nappal ezelőtt, kettővel? Igen. És most átjöttünk érte, mivel hogy jön vissza Magyarországra. Ja, Pécskáról már meséltem. Minden alkalommal, amikor Pécskán járok, akkor igyekszek úgy alakítani a napot, hogy beleférjen egy ebéd. A román konyhának egyik nagyon jó kajája a pacalleves, amit románul úgy hívnak, hogy csorba de burta. A másik, ami iszonyat finom, nagyon jó, hogyha nem próbáltátok, akkor érdemes kipróbálni. Az pedig a mics, amit szintén, mikor itt járok Romániába, akkor minden egyes alkalommal szoktam enni egy jót. Közben itt a templomból volt valami esemény, és érdekesség tárgya lettem, úgyhogy lelettem kamerázva. Valami VM-be vagy valahol benne fogok lenni, nem tudom, hogy hol. Ez az a ház, ahol kezdődött minden. Az a durva. Nem lett majd alakítva semmi. A kapun ugyanúgy néz ki, mint annak idején, bár egy kicsit jobban nézett annak idején ki, mert akkor még kezelve volt valamivel. De azóta ezen a házon semmi nem lett. Ebbe a házba születtem, illetve születésem után ebbe a házba költöztem be, és egészen a 80-as évek végéig ebbe a házba laktam. És tényleg azóta semmi nem lett változtatva rajta, és szerintem belülről is még mindig minden ugyanaz, mint amikor kiköltöztünk belőle. Még a rolók is le vannak ugyanúgy ereszve, mint annak idején, amikor elhagytuk a házat. Azért durva, hogy 27 éve nem volt hozzá nyúlva a házhoz. Durva, az előbb még sütött a nap, szép felhős volt az ég, most meg így elborult, mint az állat, és szerintem pár másodpercen belül le fog szakadni ez az egész ide. Csak ilyen durván. Vagy havazni fog, az is lehet. Egy angol rendszámos lovaskocsi. Look at this! What? Angliából lovaskocsival egész idáig? Vagyunk az étteremben, próbálunk ebédelni. Ez a második étterem, ahova eljöttünk. Az előzőben ugyanis nem volt pacalleves, és a Micsre is körülbelül 40 percet kellett várni, de valószínűleg, hogy itt is kurvasokat kell várni majd a kajára, mivel a nagy teremben, ahova eredetileg mentünk volna, ott van valami rendezvény, és most itt vagyunk lent egy ilyen borospince-szerűségbe. Nem borospince-szerűség, hanem ez egy borospince. Ott vannak a borok. Gyerek, ez a hely, ez dugig van, dugig! Nem férünk! Sikerült, leadjuk a rendelést. Hát nem tudom, hogy mikor fogjuk kikapni a kaját, de én már halálosan éhes vagyok.
megjött a Mics. Megvolt az ebéd, jól laktunk, mint a duda, most már mehetünk vissza Magyar Honba. Ha valahogy úgy döntötök, hogy kipróbáljátok a Micset, akkor érdemes először megkérdezni, hogy mekkora adagok, tehát mekkora maga a Mics. Mert most is úgy jártunk, hogy az a helyzet, hogy a különböző éttermek különböző adagokat mérnek ki belőle, és valahol csak ekkorka, valahol pedig jó nagy. Tehát igazából nem mindegy, hogy ezekből a picikből kérsz 10 darabot, vagy ezekből a nagyobbból kérsz 10 darabot. Most is úgy jártunk, hogy egy kicsit túlrendeltek magukat, de nem baj, mert el lehetett csomagolni. Ez van. Itthon vagyunk, hazaértünk a hosszú út után. Ja, jó volt ez a kis mai nap. Nincs más hátra, mint megköszönjem az időtöket. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Ha most látod először a vlogot, akkor arra kérlek, hogy mielőtt feliratkoznál, nézd meg néhány régebbi videót. Nyilván régebbit, mert újat nem tudsz megnézni, mert az még ugye még nincs kész. Szóval nézd meg néhány videót, mielőtt feliratkoznál, és hogyha úgy döntesz, hogy tetszik a vlog, akkor iratkozz fel. Majdnem el akartam takarni, de ma nem takarom el. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, ezt körülbelül hetedjére mondom, biztos. Jó, ennyi volt. Sziasztok, csá! Nagyon izgatott vagyok, már 199 feliratkozó van a YouTube csatornámon. Abban reménykedek, hogy estére meg lesz a estig valamelyik, mondjuk úgy, hogy éjfélig meg lesz a 200. feliratkozó.